A parancsnokok közötti személyi változásokat az egyes harcoló dandárokban hajtottuk végre a védők életének és egészségének megőrzése érdekében, jelentette be szombaton Telegram csatornáján Olekszandr Szirszki vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Szirszki közölte, hogy továbbra is a keleti fronton tevékenykedik, mint hangsúlyozta, a front helyzete továbbra is nehéz, de ellenőrzés alatt van. Három nap alatt teljesen világossá vált, hogy azonos létszám, fegyver és haditechnikai mutatók esetén miért sikerül egyes dandároknak visszatartaniuk az ellenséges támadásokat és megtartani az állásaikat, míg másoknak nem, tette hozzá Szirszki. A főparancsnok szerint a harci képességek elsősorban a dandárparancsnoktól, képzettségétől, tapasztalatától, valamint a megfelelő és kiegyensúlyozott döntések meghozatalának képességétől függenek. Nagy jelentősége van a dandárparancsnokság kiképzésének, koordinációjának. Ezért szakembercsoportokat küldtem az egyes dandárokhoz, ahol gondok vannak a parancsnokság felkészültségével, tapasztalatadás és segítségnyújtás céljából, mutatott rászírski. Bejegyzésében a tábornok méltatta az 54. rohamdandár harcosait, akik pontos tüzérségi tűzzel, hozzáértő aknavető kezeléssel megsemmisítettek két oszlopnyi ellenséges páncérozott járművet. Egyúttal köszönetet mondott a 25-ös, 47-es és 79-es rohamdandárok katonáinak is. Petro Poroshenko korábbi ukrán államfő szerint a jelenlegi ukrán kormány erőteljesen diszkriminálja az ellenzéket, ami teljesen ellentétes az uniós integrációs normákkal. A magyar nemzet beszámolója szerint az ukrán ellenzéki politikus az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős magyar tagjainak, várhelyi Olivérnek a segítségét kérte abban, hogy hívja fel az Európai Unió figyelmét arra a diszkriminációra, ami jelenleg az ukrán ellenzéket sújtja. Poroshenko többek között azt kifogásolja, hogy mondva csináltokok miatt nem hagyhatja el az országot. Az Európai Uniónak a demokratikus értékek és elvek őrének kellene maradnia Ukrajna tekintetében is, ami szerves része az uniós integrációs kritériumoknak. A Müncheni Biztonsági Konferencián való részvételemet február közepén a Müncheni Merényletveszély hamis alapjául szolgáló korábbi tiltás után tájékoztattak arról, hogy Ruszlán Stefáncsuk a parlament elnöke előzetes döntést hozott arról, hogy nem ad engedélyt arra, hogy részt vegyek az Európai Néppárt márciusi Bukarestben tartandó kongresszusán. Manfred Weber néppárti vezető személyesen hívott meg, hogy a magas szintű hallgatóság előtt az ukrajnai helyzetről és az európai néppárt szerepéről beszéljek, írja a levélben Petro Poroshenko. Nem először fordult elő, hogy a volt ukrán elnököt nem engedték át a határon. Tavaly decemberben az ukrán parlament akkor is megtagadta a Poroshenko kiutazásához szükséges engedélyét, amikor Lengyelországba szeretett volna eljutni, hogy ott megpróbálja oldani a határon kialakult feszültséget a gazdák között. Az Európai Unió fokozni fogja az Ukrajnából gabonát szállító fuvarozók megállapodásainak betartására vonatkozó ellenőrzést. A Reuters beszámolója szerint mindezt az uniós mezőgazdasági termelők elégedetlenségének lecsillapítása és a szabadkereskedelem előmozdítása érdekében teszik. Sokan, különösen Ukrajna szomszédos országaiban azt mondják, hogy érdekeiket sértik az EU azon lépései, amelyek a szolidaritási folyosók megnyitására, a vámok eltörlésére és más intézkedések bevezetésére irányulnak, így segítve kijevet abban, hogy a háborús konfliktus közepette piacra juttassa a gabonát. A határok le bezárása soha nem jó ötlet, különösen egy olyan szomszéddal szemben, akinek szüksége van a kapcsolatokra. Amíg a megállapodásokat megfelelően végrehajtják, nem lehet probléma, és azon dolgozunk, hogy megerősítsük a végrehajtás ellenőrzését, emelte ki Edina Velen közlekedésért felelős uniós biztos. Velen szerint az uniós országok is profitálhatnak a kereskedelemből, tekintve, hogy a Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából Ukrajnába irányuló közúti export kétszámjegyű növekedést mutat. Ukrajna védelmi minisztere Rusztem Umerov jóvá hagyta a NATO-val való 2024-re vonatkozó éves nemzeti együttműködési program végrehajtását biztosító cselekvési tervet, számolt be a Védelmi Minisztérium sajtószolgálata. A programot a megállapodások végrehajtására dolgozták ki a Vilniuszi NATO csúcs eredményei alapján. Ukrajna biztonsági és védelmi szektorának reformja az éves Nemzeti Együttműködési Program kulcsfontosságú prioritása. Az Ukrán Védelmi Minisztériumnak, mint a Védelmi Erők Koordinátorának rendszer szintű változásokat kell biztosítania a NATO csatlakozás felé vezető úton. Ezért a Nemzeti Vidékfejlesztési Program intézkedéseinek megvalósítása az egyik prioritás. A program intézkedései figyelembe veszik a NATO szakértők ajánlásait, emelte ki Umerov. A minisztérium tájékoztatása szerint az elfogadott terv 17 cél keretében több mint 50 intézkedést irányoz elő a Védelmi Minisztérium, amelyeket ez év során kell teljesíteni. Ukrajnában újra több lett villamos energiatermelést regisztráltak, így a tervek szerint megindulhat az áramexport több országba, köztük Magyarországra. Számolt be az Ukrán Energetikai Minisztérium sajtószolgálata a Telegramon. A közleményben a tárca rámutatott arra, hogy a többlet oka főként az utóbbi napok napsütéses időjárása, ami a naperőművek termelésének növekedését eredményezte. A minisztérium arról tájékoztatott, hogy az Ukrenergo Ukrán Állami Áramszolgáltató Vállalat kérésére előző nap villamos energiát szállítottak Lengyelországba, 1343 megawattóra összértékben. Jelenleg 19 hőtermelő blokk van tartalékban. A tervekben egyaránt szerepel a villamosenergia kereskedelmi importja és exportja is. A villamosenergia importra az előrejelzés 465 megawattóra, a Lengyelországba, Szlovákiába, Romániába, Moldovába és Magyarországra irányuló exporté pedig 9389 megawattóra, áll a szaktárca közleményében.